A Mikes Év és a Líceum kiadó másik nagy büszkesége az a Mikes bibliográfia, ami elkészülhetett. Hogyan indult el ez a munka? Mi volt az, ami megragadta ebben és segítette végigvinni? 2009-ben kaptam a felkérést ennek a bibliográfiának az elkészítésére. Először nagyon meglepődtem, hiszen nekem bibliográfusi gyakorlatom ez idáig nem volt, de rendelkezésre állt Hopp Lajos hagyatéka, amit az Akadémia könyvtára őriz, és ez egy olyan lista volt, ami alapján kiindulva bátran vállalhattam ennek a bibliográfiának az elkészítését. Tulajdonképpen ennek az anyagnak az elsődleges feladata volt, hogy digitalizáljam, hiszen ez egy kéziratos, vagyis géppel írt anyag volt, lista volt, több mint 140 oldalon, és akkor ezt bedigitalizáltam, az adott tételeket beazonosítottam, és az 1963-ig összeállított anyagot az azt követő 50 év anyagával kellett nekem kiegészítenem. Gyakorlatilag így folytak a kutatások. Mi volt az, ami igazi örömet adott ebben a munkában, amit úgy érezte, hogy olyan felfedezés ön számára is, amiért érdemes volt belevágni? Egyrészt Mikest ismerjük, hiszen Egerhez szorosan kötődik a helyben őrzött levelek kapcsán. Viszont én magam a törökországi leveleket részleteiben olvastam, de összességében nem. És azért a bibliográfia tételei között az ember, ahogy úgy keresgélt, kutatott, olyan érdekességeket fedezett föl, amiket nem is gondolt volna, hogy maga Mikes így meg tudott írni a korában. És egyrészt ez. A másik pedig az, hogy egy olyan szakirodalmat, egy olyan kézikönyvet, segédkönyvet állíthattam össze, ami azért bízom benne, hogy nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is egy értékes könyvként fog szolgálni. Ünnepi könyvhéten beszélgetünk, mivel ajánlja az olvasóknak ezt a könyvet? Hát én tudom, hogy egyrészt a szakember számára érdekes az ilyen jellegű könyv, de én úgy gondolom, hogy bárki, aki belelapoz, az olyan sok érdekességet fog magával a Mikessel kapcsolatban is megtudni, illetve arra is rávilágít a kötet, hogy kik foglalkoztak régi irodalom, mai napjaink irodalma kapcsán Mikessel. Tehát kitekintés egyrészt irodalmunkra is, szép irodalmunkra is.